Szabad szemmel. Az ATV stúdiójában Mészáros Antónia. Jó estét kívánok, ez az ATV politikai közéleti háttérműsora. Mutatjuk, hogy mire és kikre számíthatnak ma este. Orbán Viktor Brüsszelt, a közoktatásért tüntetők viszont a kormányt állítanák meg. Mit kezd Európa a migrációs krízissel, és mit a magyar kormány a közoktatás válságával? Vendégünk Kovács Zoltán, államtitkár, kormányszóvivő. Másodszor is nekivágtak az uniós állam és kormányfők az unió és Törökország közötti alku kidolgozásának, ezúttal sikerrel. De vajon mit hoz Európának, ha Ankarára bízza határai védelmét? Vendégünk Jeszenszky Géza, az Antal, és Balázs Péter, a bajnai kormány külügyminisztere. Európa egyik legrangosabb kulturális kitüntetését kapta Hollandiában a Krétakör. A Szabad szemmel vendége Schilling Árpád, a Krétakör alapítója. Harcias beszédet mondott a magyar miniszterelnök március 15-én arról, hogy Brüsszelt meg kell állítani. Ám végül nem feküdt keresztbe az unió és Törökország megállapodásának, pedig a múlt héten a magyar kormány szóvivő még vétót is emlegetett. Kovács Zoltán a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mindenki örül természetesen annak, hogy van megállapodás. Segítsen elmagyarázni nekünk, hogy ez miért tekinthető kifejezetten magyar diplomáciai sikernek, mert minthogyha ezt próbálnák érzékeltetni. Hát én azt gondolom, hogy a miniszterelnök úr talán egy órával ezelőtt tartott sajtótájékoztatóján is elmondta, hogy miért tekintjük sikernek, vagy ha lehet egy picit csökkenteni a jelentőségét, részsikernek, hiszen majd erre gondolom ki fogunk térni. A mai napon végül is nem került napirendre az, amit eredetileg terveztek egyébként az Európai Tanácsüléssel kapcsolatban, azaz az Európai Unió új határvédelmi, illetve részben migrációs politikájának az ismertetése, miközben a bizottság már erről döntött, de gondolom erre visszatérünk. Azért fontos siker ez, mert azt a célkitűzést, hogy azon török, illetve európai török megállapodása kapcsán, amelyről itt az elmúlt hetekben oly sokat beszéltünk, amellyel kapcsán azért a múlt heti EU csúcs kapcsán is kiderült, hogy a legutolsó pillanatban is váratlan húzásokkal ugye terhelték, ezért volt szükség egyébként arra, hogy blokkolni kellett. Mint hogy a törökök okoztak meglepetéseket? Hát olvasat kérdés, hogy ki okozott pontosan. A lényeg, hogy az legutolsó pillanatban egy teljesen új tervezet, illetve új javaslatok kerültek a kormány és államfők asztalára, amelyre értelemszerűen nem voltak felkészülve, és ezek között egyébként szerepelt az az elképzelés, hogy valamiféle kötelező elosztási mechanizmus alakult volna ki mindezzel kapcsolatban, ezért volt szükség akkor ott behúzni a vészféket. Hát vétó egyébként ez ott akkor sem volt, ugye akkor az MTI az ön tweetjére való hivatkozással vette át, és az egész magyar sajtói darabig, hogy Orbán Viktor megvétózott egy megállapodást. Igen. Aztán kiderült, hogy szavazás sem volt, többeknek voltak ott problémái, egyszerűen arról hoztak egy döntést, hát, hogy egy darabig nem folytatják. A szómágiát lehet megpróbálni újra eljátszani. Én azt gondolom, hogy azt azon a napon, illetve a másnap is egyértelműen tisztáztuk. Eljött az a pillanat, amikor az egyébként valóban több sebből vérző javaslatcsomaggal kapcsolatban a magyar miniszterelnök jelezte, közép-európai kollégáival egyébként részben megtámogatva, hogy eddig is ne tovább szó sem lehet arról, hogy kötelező betelepítési kvóta, vagy valami kötelező elosztási mechanizmus alapján próbálják a Törökországgal kötendő megállapodást tető alá hozni. Akkor azért akkor, ezek a szavak fontosak voltak, hogy az vétó vagy nem vétó. Tegyünk pontot ennek a mondatnak a végére. Ennek a fényében siker az, ami a mai napon történt, hiszen a Törökországgal kötött megállapodás, amelyről elmondtuk sokszor egyébként, hogy mindenkinek érdeke volt, hiszen Törökország nélkül hatékonyan fellépni a migrációs áradattal és hullámmal szemben lehetetlen. Ebből a szempontból sikernek tekinthető, de gyorsan tegyük hozzá, hogy az értelmét egyébként a Törökországgal kötött megállapodás annak fényében nyeri el, ami megint csak visszavezet egészen talán a tavaly szeptemberi, vagy még azelőtti magyar megoldási javaslatokhoz, amely helyreállította az európai határok, a Schengeni határ, illetve a nyugat-balkáni útvonalon fekvő országok határainak törvényes ellenőrzését, azaz gátat szabott, megállította az illegális bevándorlást. Csak hogy Orbán Viktor még a csúcs előtti percekben is azt hangoztatta, hogy ő azért küzd, hogy csak önkéntes formában valósulhasson meg bármiféle áttelepítés.
viszont azt tudtuk már a csúcs előtti napokból, hogy ilyesmiről, már mint kötelező mechanizmusról szó sem volt. Hát Angela Merkel ezt már lenyilatkozta a német sajtónak is. Ezt mondták a múlt héten is, mielőtt bejött egy új javaslat, egy teljesen váratlan javaslat, még egyszer. Tehát akkor Orbán Viktornak köszönhető, hogy végül is ez egy önkéntes program lesz, és nem egy kötelező? Én azt gondolom, hogy a magyar diplomácia kiállásának, előkészítő munkájának és a miniszterelnöknek a tanácsi ülésen való karakteres kiállásának köszönhető leginkább egyébként. Neki még az elmúlt két napban is kellett küzdenie olyan felvetésekkel szemben, hogy ez egy kötelező mechanizmus legyen, bármit mondtak az illetékesek megelőzőleg? Aki ismeri az Európai Unió döntéshozatalának, főleg az EIT, tehát az Európai Tanács legfelső szintjének ülésezését, az ott folyó munkát, főleg az utóbbi időben egyébként, ez jellemző azért egy kicsit az ott folyó munkára, az utolsó pillanatokban megjelenő javaslatokat, az pontosan tudja, hogy erre a küzdelemre, figyelemre, koncentrációra nagyon nagy szükség van. Ha ez nem lenne, akkor nem jelentek volna meg azok a félmondatok. Én már láttam egyébként az ilyenkor szokásos konklúziót, mind a kettőt, tehát a Törökországról szóló úgynevezett non-papert, illetve, vagy a Görögországról szóló non-papert, illetve az általános következtetéseket is. Azokban ott vannak megfelelő helyeken azok a biztosítékok, amelyek legalábbis ezen a szinten nem teszik majd lehetővé, hogy egy kötelező mechanizmus jöjjön létre, de, és ez a legfontosabb, hiszen a mondatnak itt nincs vége, a következő időszakban, talán már áprilisban, de legkésőbb májusban a bizottság az EIT elé fogja tárni majd azt az új tervezetet, amely bizony, legalábbis az előzetes hírek alapján abból indul ki, hogy valamiféle elosztási mechanizmusra szükség van. Ne felejtsük el, legalább másfél millió ember érkezett a tavalyi év folyamán Európába. Ezzel a tömeggel, ezek az emberekkel valamit kezdeni kell. És bár bízunk abban, hogy a Törökországgal kötött megállapodás működni fog, ne legyünk naivak, az embercsempészek, illetve az a nyomás, amelyet egyébként mint egy természetes formában ez a migrációs hullám jelent, ez továbbra is ott lesz Európán, nem csak a következő hónapokban, hanem valószínűleg a következő évtizedekben is. Akkor mindez hogyan befolyásolja a magyar kormány terveit egy betelepítésügyi népszavazással kapcsolatban? Azt gondolom, hogy semmilyen formában nem befolyásolja, nemhogy nem vált okafogyottá egy ilyen népszavazásnak a megtartása, hanem pontosan azt, hogy megelőzzük bármilyen olyan turpisságot, hogy fogalmazzak így, amit egyébként az Európai Unió bizottsága, illetve intézményei részéről láttunk a tavalyi év folyamán. Tehát is. Bár pont arról döntöttek ma, ami elvileg okafogyottá tenne egy ilyen népszavazást, hogy nem lesz kötelező mechanizmus, önök félnek attól, hogy ez a későbbiekben még elő fog kerülni, ennek akarnak elejébe menni. Én attól tartok, hogy ön félreérti, és majd nyilván az ellenzéki sajtó tudatosan félre is fogja értelmezni a döntést. A tegnapi, illetve mai tárgyalások eredményeképpen egy részterületen, a Törökországgal kötendő megállapodás területén jött létre egy megállapodás, amely rögzíti, hogy a korábban kialakított keretek között, a korábban megállapított számokon belül, és kizárólag önkéntes alapon képzelhető el az a mechanizmus, amelyet a törökökkel egyeztettük. Az összes többi, tehát a 120 plusz 40 ezeren fölüli számokról, még ez azokról, akik már Európában vannak, akik később érkeznek, még egyelőre nincsen szó. Ezek óriási számok, ne legyen kétségünk, hogy azt a nyomást nem egy-két ország szeretné elviselni, bármennyire is akár meghívókat küldtek, illetve meghívóként értelmezhető magatartást tanúsítottak, meg fognak mindent tenni Nyugat-Európában, illetve Brüsszelben azért, hogy egy olyan állandó mechanizmus jöjjön létre, amely széttelítené ezt a kérdést, illetve problémát. És a magyar álláspont pedig az, hogy ez az egy-két ország viselje a teljes terhet? Nem, az magyar álláspont az, hogy elejét kell venni annak, hogy ez az állapot folytatódjon. De ugye most mondta, hogy sokan már itt vannak, és hogyha semmi mással nem kell foglalkozni, akkor csak azoknak a szétosztása is éppen elég nagy gond. Hát nem szétosztásról kell beszélni, hanem következetesen végre kell hajtani az érvényben lévő európai és egyes tagállami jogszabályokat, hiszen Timmermans alelnök úr, a bizottság alelnöke talán két hónappal ezelőtt maga is arról beszélt, hogy a bizottság becslése alapján kb. 60%-a az Európába érkezetteknek, a másfél millió embernek, az nem lesz jogosult politikai menedékjogra. De tehát a 40% aki jogosult lehet, az annak a néhány országnak, ön azt mondta előbb, hogy egy-két országnak a nyakába kéne, hogy zuhanjon. Nem erről beszélünk, de ugye itt aztán vissza kell mennünk azokhoz a kérdésekhez, amelyekről a tavalyi év folyamán sokat beszéltünk. Ezek az emberek konkrét céllal érkeztek az Európai Unióba. Még azok is, akik egyébként a megengedő nyugat-európai jogszabályok és módszerek alapján mondjuk menedékjogot, vagy valami ehhez hasonló státuszt kapnak Európában, jó eséllyel egyébként klasszikus értelemben nem háborús menekültek, illetve politikai menekültek, hanem annak még egyszer a megengedő politikának, illetve rendszernek a részét képezik, amely Nyugat-Európában mindig is működött. Azért tudjuk, hogy vannak klasszikus háborús menekültek, például azok között, a szírek között is, akiket épp a mai megállapodás értelmében majd török menekültáborokból fognak egy előzetes szűrés és valami fajta eljárás után, gondolom, befogadni önkéntes alapon Európába. Na de
az ördög mindig a részletekben lakozik. Ezeket az eljárásokat le kell folytatni, és hogyha visszanézzük az elmúlt évek statisztikáit, ott azért nyilvánvalóvá válik, hogy hogy is mondjam, erősen megengedő környezetben, politikai, illetve jogi környezetben is erősen megkérdőjelezhető, hogy valóban a klasszikus, mondjuk az eredeti 60-as években kitalált jogszabályi környezetnek megfelelő háborús menekültekről beszélünk. Ne felejtsük el, jönnek azok a kérdések, amelyekről tényleg sokat beszéltünk. Több ezer kilométert adott esetben illegálisan megtevő emberekről beszélünk, ja, tehát akik olyan helyekről érkeznek, ahol már biztonságban voltak. Nem az megkérdőjelezhető, hogy ők valóban a háború elől menekülnek, hanem hogy el kellett jönniük ide. Igen, és azt gondoljuk, hogy ez egy elhibázott, és hát azt is mondanám, hogy óriási hiba volt az Európai Unió meghatározó államai részéről, hogy engedték előállni azt a helyzetet, amit most a nyugat-balkáni útvonal lezárásával sikerült megakadályozni. Tehát akkor a válasz az én kérdésem, hogy a magyar álláspont szerint, mivel ez az ő hibájuk, hogy ezek az emberek egyáltalán eljutottak Európáig, ennek a 40%-nyi feltételezhető valódi menekültnek a befogadása legyen annak az egy-két országnak a problémája. Ugye ön mondta az előbb, hogy ez az önmegítélés, fogalmazunk úgy, ahogy mondjuk a dublini, aki a meghívó leveleket. Fogalmazunk úgy, ahogy a dublini rendszerrel kapcsolatban fogalmaztunk, hogy bármennyire is szeretnénk, hogy mindenki betartsa az Európában egyébként még érvényben lévő jogszabályokat, Dublin nem tartotta be senkit Magyarországon kívül. Tehát olyan, miért kellene Magyarországnak alávetnie magát egy egyébként halott, nem betartott jogszabálynak, olyan országok esetében, akik mi se tartottuk be sokáig, de most már megint ismételnénk saját régi beszélgetését. 200 ezer ember ment át körülbelül Magyarországon. Hát azután, hogy Németország nélkül és Ausztria gyakorlatilag megnyitotta a határait, és azt kérte, hogy engedjük át ezeket az embereket. És az első adandó pillanatban, amikor erre lehetőség volt, Magyarország lezárta a határait, és véget vetett. Tényleg ne fussuk le köröket, amiket pár hónappal ezelőtt már itt lefutottunk. Csak egy záró mondatot, ha megint, azért érdemes lefutni ezeket a köröket, mert a hamis biztonsági érzet azért ne legyen bennünk. Tehát a török, az EU-török megállapodás megágyaz annak, hogy ez a folyamat valamilyen formában akár folytatódjék. Hát ne felejtsük el, hogy Törökországban van 2 millió menekült, majd nyilván az értéke magának a megállapodásnak az a gyakorlatban dől el. Óriási tesztje lesz egyébként ez az európai együttműködésnek, illetve az unió működésének, hogy egy, sikerül-e betartani a törökökkel való megállapodást, kettő, sikerül azt a segítséget Görögországnak megadni egyébként, amelyre szüksége lett itt volna. Valóban vannak komoly kérdőjelek, de egyébként van Törökországban 80 millió muzulmán állampolgár is, és Magyarország támogatja azt a török törekvést, hogy egyrészt tagjai legyenek az Európai Uniónak, másrészt pedig vízumkényszer nélkül utazhassanak a olyan döntést, amiről majd külön szavazni kell, és adott esetben ugye a parlamentnek. De én úgy tudom, hogy a magyar álláspont egyébként az, hogy ezt mi támogatjuk, ezt a folyamatot. Amivel magában az EU-török megállapodásban is benne van az, hogy újabb fejezetet, itt ugye a pénzügyi fejezet megnyitását elfogadjuk egyébként a Törökországgal folytatódó csatlakozási tárgyalásoknak. Ebben az értelemben igen, de még egyszer, minden bővítésnek megvannak a maga jogi feltételei. Igen, Magyarországnak egyébként például vízummentességi megállapodása van Törökországgal, tehát minket abban az értelemben nem érne ez váratlanul, hogy nincs kifogásunk ezzel ellen, de elmondtuk az alapvéleményünket egyébként az Európai Unió szintjén, ez pedig az, hogy az egész EU-ra kiterjedő, ha úgy teszik, a Schengeni zónára kiterjedő vízummentesség Törökországgal csak azután képzelhető el a magyar álláspont alapján, ha ezt először Ukrajnával kapcsolatban megteszik. A tegnapi nap egyik legfontosabb bejelentése egyébként Juncker bizottsági elnök úr részéről éppen az volt, hogy a Schengeni vízum aluli mentességet, illetve az irányba tett lépéseket fog javasolni az áprilisi esedékes európai csúcson. De amennyiben ez bekövetkezik Törökország esetében is, akkor az hogy lesz összeegyeztethető azzal a magyar bevándorlás ellenes retorikával, ami arról beszél, hogy ezekkel a muzulmán érkezőkkel mennyire nehéz és problémás lehet az együttlét, amikor tudjuk egyébként, hogy Törökországgal is vannak komoly problémák ilyen téren, és egyrészt vannak az országnak olyan részei, ahol polgárháború dúl, az ISIS harcosai is egyes beszámolók és hitelesnek tekinthető nemzetbiztonsági jelentések szerint átjáróháznak használják az országot. Ettől nem tartanak? Hát nézze, a vízummentesség az nem azt jelenti, hogy ellenőrzés és ellenőrzés nélkül. Az uniós csatlakozás már egy de fokkal. Az a jövő, tehát azért, hogy is mondjam, csak ezt mi támogatjuk, tehát én a magyar kormány álláspontjában rejlő ellenmondásokat Folyamatokról beszélünk, amelyben bizonyos állomások vannak. Nagyon messze van még az a pillanat, amikor arról lehet beszélni, hogy mondjuk a Törökország az Európai Unió tagja lenne, és nézze meg azokat a egyébként Magyarországtól régebbi és a magyar állásponttól eltérő kifogásokat, amelyek Ciprustól kezdve a görögökön keresztül más európai államokig Törökországgal szemben állítottak. Egészen biztos vagyok benne, hogy semmilyen olyan feltétel alól Törökországot nem fogják mentesíteni, ami garanciát adna azokra a kérdésekre, vagy azoknak a veszélyeknek az elkerülésére, amire ön utal.
egy Európai Uniós tagállam, vagy az Európai Unióval valamilyen viszonyban lévő, azott esetben vízummentességet élvező állam viszonya, illetve polgárainak a szabadságjogai, illetve lehetőségei, azok pontosan körül vannak határolva. Tehát itt nem arról beszélünk, hogy ellenőrizetlenül a nyugati normákat nem betartva, egyáltalán annak a szándéknak a hiányában élő emberek tömegei élnek ma Nyugat-Európában, akik ki tudja milyen formában érkeztek, hiszen nem csak legálisan az Európai Unióban érkezett emberekről beszélünk, hanem az elmúlt években százezrével érkeztek olyanok, akiknek az azonossága talán mind a mai napig nem állapítódott meg. Szóval summa summarum, Törökország egy nagy hagyományokkal bíró állam, vele a folytatott tárgyalások azok nyilvánvalóan garanciákat fognak adni azokra a kérdésekre, amelyekről ön beszél. Most azt mondta a miniszterelnök, hogy Brüsszel jól vizsgázott, 15-én viszont még arról beszélt, hogy egy kitervelt akció zajlik, szándékosan ránk zúdított embertömeg, és Brüsszelben látszott keresni a baj forrását, de nem volt egészen világos, hogy pontosan ki tervelte ki, és ki zúdította ránk az Európai Unióra ezt a tömeget. Hát még csak látszólag sincs ellentmondás a két időpontban tett kijelentés kapcsán, hiszen arról beszélünk, hogy a tegnapi, még inkább a mai napon Brüsszelben végül győzedelmeskedett a józan ész. Ki tervelte ki, és ki zúdította rá, és ki irányította ezt az embert? Az Európai Unió intézményeinek, vezetőinek egy jelentős része egészen más filozófiai vagy koncepcionális elveket vall azzal kapcsolatban, hogy a bevándorlás, ennek az engedése az jó vagy rossz Európa számára. De ez nem egyenlő azzal, hogy ők kitervelték, hogy Európára zúduljon egy annak fényében, amit a múlt héten meg kellett akadályozni, akkor például nyugodtan beszélhetünk arról, hogy milyen tervek szövődnek a háttérben, vagy éppen az ismereteink szerint, bár ez még nem egy nyilvános dolog, miről döntött például a bizottság, milyen típusú javaslatot akarnak mondjuk egy hónap múlva az állami. De akkor ez önök szerint nem arról szól, hogy van egy adott probléma, aminek a rendezéséről más elképzelések vannak, hanem bizonyos, nem tudom, hogy sötét háttérhatalmak, vagy a bizottság vezető tisztségviselői egy tervet szövegettek már jó régóta, hogy egyáltalán ezt a problémát előidézzék. Most akkor térjünk vissza mondjuk a múlt héthez. Ugye sokat beszéltünk arról, többször elmondta a miniszterelnök úr is, hogy igenis volt egy olyan elképzelés, amely még egyszer egy állandó mechanizmust, egy kötelezően működő mechanizmust akart létrehozni. Baj, de a 15-i beszéd arról szólt, hogy valaki kiterve, irányította és zúdította ezt az embertömeget. A múlt héten egészen addig, amíg a magyar miniszterelnöknek meg kellett ezt gátolnia, mindenki tagadta, hogy egy ilyen terv létezett volna. Majd kiderült, váratlanul letették az asztalra egyébként hétfő reggel, miközben vasárnap letettek egy másik tervet is egyébként, egy olyan terv került a kormány és államfők asztalára, amiben egy egészen más terv körvonalazódott, amelyben valósággá vált az, amiről korábban amit korábban mindenki tagadott, hogy van egy terv, miszerint egy ilyen állandó mechanizmus jött volna. Igen, csak megismétlem, hogy a válság rendezésére kidolgozott tervek, azok nem egyenlőek azzal, hogy valaki a válság előidézésére dolgozott volna ki egy tervet. Pedig a miniszterelnök 15-i beszédéből ez következett. Hát bocsánat, ezt soha nem mondta a miniszterelnök, hogy a válságot előidéző tervek születtek volna. Azt mondta, volna. Hogy ez nem egy véletlen, hanem egy kitervelt akció, egy ránk irányított embertömeg. Hát igen, de nem ez történik. Hát nézze, a miniszterelnök ma délután is elmondta, hogy már szeptemberben letettük azokat a javaslatokat az Európai Unió tanácsának asztalára, amely alapján gyakorlatilag a mostani konklúziók, illetve állásfoglalások megszülettek. Azóta eltelt majdnem fél év, és hányan érkeztek Európába? Számoljuk meg. Újabb több százezer ember érkezett, azóta egyébként Magyarországot megkerülve is, illetve a magyar intézkedéseket elkerülve Európába, ami ellen szavakban sem léptek fel kezdetben, majd ugye volt egy komoly fordulat, és a végén Ausztriával az élen egyébként azt látjuk, hogy az alternatív útvonalon beáronló százezreket megelégelve végre fellépett az Európai Unió. Erről beszélünk az elmúlt hónapokban, hetekben. Az, hogy ebben egyébként olyan államoknak kellett élen járni, akik még nem is tagjai az Európai Uniónak, ez önmagában egy nagy tanúság, de az a fordulat, amely például mondjuk Szlovéniában, vagy még inkább Ausztriában is bekövetkezett, ez is nagyon tanúságos. Addig is engedték, sőt, támogatták egyébként, rengeteg támogató nyilatkozat volt. Nézze vissza egyébként, főleg a liberális nyugat-európai politikusok nyilatkozatait, hogy miként vélekedtek mindarról. Értem, csak ismételten. Az, hogy valaki hogy vélekedik a létező menekült hullámról, az nem azonos azzal, hogy valaki ezt szándékosan nem csak előidézi és kirobbantja. Nem csak vélekedésről volt szó, hanem arról is, hogy nem tettek semmilyen intézkedés, hogy elejét legyen. Lépjünk tovább, mert nagyon sok idő elfogyott, és az oktatásról meg más kérdésekről is feltétlenül beszélni kéne. Az Edián friss kutatása szerint az emberek túlnyomó többsége támogatja a pedagógusok és a civil
15-én tüntető mozgalmak célkitűzésein. Ebben a légkörben ön szerint mennyire szerencsés, hogy a miniszterelnök viccnek minősíti az egészet, Németh Szilárd leügynöközi a civil tüntetés vezetőjét, az egyik fideszes polgármester pedig betegsértésekhez hasonlítja a szegregált hátrányos helyzetű gyermekeket. Bocsánat, egy DK-s polgármesterről beszélünk, a DK által támogatott polgármester, az én tudomásommal az, aki ezt a megjegyzést tette. Vas Péter, Szigetvár polgármesterek, nincs köze a Fideszhez? Semmi köze nincsen a Fideszhez, függetlenként indult, és a DK is valamelyik másik ellenzéki párt támogatta. Én tudom rosszul, akkor elnézést, de Németh Szilárdnak egészen biztosan köze van önökhöz. Németh Szilárd, illetve minden politikus maga is vállalja a felelősséget azért, amit mond, illetve a véleményért. Szerintem ezzel abban az értelemben nincsen probléma, hogy élesen különbséget kell tenni a politikai mozgalmárság és a szakpolitikai párbeszéd között. Ez azt gondolom, hogy az elmúlt demonstrációval egyértelműen elvált egymástól. Pukli Istvánnak nem sok köze van most már a szakmai egyeztetésekhez. Saját bevallása szerint sem egyeztetett, illetve kérte ki a véleményét egyébként még a szakszervezetektől sem, akikkel kapcsolatban is felvetődött az, hogy most politikát akarnak-e csinálni, vagy sem. Én azt gondolom, hogy egy dolgot nem lehet megkérdőjelezni, hogy a kormány osztja a pedagógusok véleményét sok szempontból, tehát ezért jött létre a kerekasztal, ezért kezdeményeztünk párbeszédet, ennek megvan a fóruma, megvannak a keretei, nem szabad eltekinteni attól, hogy megoldást csak is párbeszéddel lehet elérni. Tehát utcai demonstrációval, én ma olvastam Pukli úrnak az interjúját, valamelyik internetes fórumon jelent meg, illetve hírügynökségnél, hát abban egyértelműen arról van szó, hogy szó sincs arról, hogy tárgyalni akarna, mindenáron sztrájkolni akar. De hogy nem, tárgyalni akarna? Nem, bocsánat, tehát olvass el ezt az interjút, abban Kerekperec el van mondva ma délután, hogy ő nem akar tárgyalni, ő egyértelműen, még ha tárgyalni akar is, vagy a követeléseit szeretné ultimátumszerűen rákényszeríteni a kormányra, ő egyet akar utcára minden az embereket és demonstrálni. Ennek most már egyértelműen kormányellenes íze van, ez legyen az ő felelőssége, hogy kit képvisel, milyen felhatalmazással teszi, amit tesz. A magyar kormánynak az a felelőssége, hogy a szakszervezetekkel, illetve a tanárokkal egyetértve a lehető leggyorsabban megoldást találjon azokra a kérdésekre, amelyet maga a kormány is elismer. De Pukli István azt mondta el a színpadról 15-én, hogy ő tárgyalni szeretne, csak ehelyett az ő úgymond azt hiszem, hogy törött lábú kerekasztal helyett egy olyan kerekasztalt szeretne, ahol a valódi szereplők ülnek, egyrészt az oktatás valódi érintettjei, azok, akik most legjobban tiltakoznak, másrészt pedig a kormány részéről olyanok, akiknek ez a kasszakulcs van, hiszen az tény, azt ön sem tagadhatja, hogy az elmúlt években az oktatás területéről GDP arányosan elég nagy arányú forráskivonás történt. Amíg ebben nincsen elmozdulás, és azok, akik most ott ülnek a tárgyalóasztalnál, Palkovics László például, nem rendelkeznek felhatalmazással arra, hogy az oktatás területére alapvetően több költségvetési forrás érkezhessen. Egyrészt nem történt forráskivonás az oktatásból, 2010 előtt történt 8 éven keresztül forráskivonás. 2010-ben 4,7%-ot költöttünk GDP arányosan, most pedig 3,9%-et. Számolják az erre jutó forrásokat. Ha emlékszik egyébként a kormány... Nominálisan is, és GDP arányosan is csökkentek ezek a kiadások. Nincsenek benne például ezekben a számításokban azok a természetbeli juttatások, amelyeket például a gyermekek kapnak, az ingyenes tankönyv, a közétkeztetésre fordított források, azok a fejlesztési források, amelyek az EU-s pénzekből, illetve más pályázati pénzekből érkeznek. Ezekkel kapcsolatban mondta maga Palkovics László is itt ebben a műsorban is, hogy ezeknek egy része annyira rosszul került felhasználásra, hogy a hűtlen kezelés is szóba jöhet, és akár eljárásokat kell indítani bizonyos uniós pénzeket használó szervezetekhez. Önmagában az a tény, hogy a 2010 előtt összeomló rendszer, amelyben az önkormányzatokra próbálták hárítani több mint felét egyébként az oktatási rendszer fenntartásának, hogy annak az 1300 milliárd forintnak, amit az önkormányzatoktól a kormányzatnak át kellett vállalnia, egy jelentős része egyébként az oktatási rendszer működtetésének hiányából fakad. Én dolgoztam az önkormányzatokban, egy nagy önkormányzatban, Debrecen városában. Amikor 2010-ben a Fidesz kormányra került, akkor a normatíva azt hiszem 43%-a volt egyébként a szükséges pénznek. Ennek a visszapótlását, hogyha nem számoljuk bele az oktatásra fordított költségekbe, akkor természetesen lehet azt mondani, hogy kevesebbet adunk, vagy hogyha a fizetéseket refordított 230 milliárd forint, ami csak 2010-hez képest ennyivel több, a 350 adnának milliárd forint... Adnának most érdemben nagyságrendileg többet? Tehát erről lehet egyáltalán tárgyalni? De még egyszer, nem kérdést teszünk fel, hanem tényekről beszélünk. Ma többet fordítunk a közoktatásra, az oktatási rendszer, mint
intézmény. A tiltakozók viszont azt követelik, hogy fordítsanak még többet, ezen kívül pedig több olyan pont van, amiben egyelőre a tárgyalások a kerekasztal alapján a kormány nem hajlandó elmozdulni, ilyen a klik léte, vagy a szabad tankönyvválasztás visszaállításának a megtagadása. Tehát amikor azt mondják Pukli Istvánék, hogy ők nem tudják elfogadni, hogy ezekben a kérdésekben ne legyen elmozdulás, hogy több pénzt ne kaphasson az egész rendszer, és olyanokkal szeretnének tárgyalni, akiknek van erre is ráhatásuk, akkor abban van logika? Nem, abban ultimátum van. Tehát Pukli István milyen jogon dönti el, hogy ő kit tekint legitimnek? Tehát itt egy legitim kormánnyal állunk szemben. Olyan jogok például, hogy a társadalom, mint ahogy az előbb idéztem a medián kutatását, több mint 3/4-et támogatja. Ön az helyes, tehát ez milyen magatartás az, többek között egyébként némelyik szakszervezeti vezetőről is beszélünk, aki megkérdőjelezi, hogy egy legitim kormány egyébként ezzel megbízott minisztere, vagy éppen ezzel megbízott államtitkárai nem képviselik azt, amit vele neki szembesülnie kell, illetve akivel tárgyalni kell. Hát szerintem, ne haragudjon, ez önmagában egy politikai álláspont felvétele, amit innentől kezdve csak ultimátumként lehet értékelni. Vannak ezzel megbízott miniszterek és államtitkárok a kormányban, és szakemberek, akiknek ez a dolga, hogy ezzel foglalkozzanak. Nem gondolom, hogy Pukli István fogja meghatározni, hogy kivel kell tárgyalnia, még ezzel ultimátumokkal nem sokra fog menni. A szakmai párbeszédnek a fóruma megvan, a szakmai párbeszéd fórumán előre haladás van, ezt nem mi mondjuk, hanem a szakszervezetek mondják, és körvonalazódik az, hogy hogyan lehet egyébként lépésről lépésre felszámolni azokat a hiányosságokat, amelyeket egyébként valóban még maguk a pedagógusok, a szakszervezetek is részben maga a kormányzat feltárt. Valószínűleg húsvét után fog a kormány egyébként ezzel foglalkozni, és reményeink szerint az új tanévnek már úgy tudunk neki menni, hogy egy működésében harmonikusabb, illetve a felvetett problémákra válaszolni tudó rendszer tud működni. Meglátjuk a továbbiakat, hiszen ugye a tiltakozás meg fogják valószínűleg tartani. Habony Árpád tegnap tartottak egy sajtótájékoztatót, mint minden csütörtökön Lázár Jánossal, ahol erről is kérdezték önöket, például arról, amit Kósa Lajos mondott az említett úrról, és ezzel kapcsolatban Lázár János azt mondta, hogy a tanácsaira és a munkájára nem tartanak igényt. Ez a mondat egy változást képvisel? Ugye a sajtóban rögtön úgy is értelmezték, hogy ezek szerint Lázár János kirúgta Habony Árpádot, mert eddig úgy tudtuk, és kormánytisztviselőtől is Tudtuk, ezt már nagyon nehezen követem. Néhány héttel ezelőtt Kálmán Olgánál ülve mondtam el ezzel kapcsolatban a véleményet. Nem nagyon tudok önnek újdonságot mondani ezzel kapcsolatban. Habony Árpád nem áll megbízási viszonyban a kormányzat egyetlen szervével sem. És az, hogy ő kivel tart személyesen kapcsolatot, kivel beszélget, kinek milyen meglátásokat, kivel milyen meglátásokat oszt meg. Akár a miniszterelnökkel? Akár a miniszterelnökkel is. Tehát a miniszterelnök rengeteg emberrel találkozik egyébként. Tehát amikor azt mondja Lázár János, hogy nem tartanak igényt a munkájára és a tanácsaira, akkor az úgy értelmezhető, hogy hivatalosan, mint kormány nem tartanak igényt. De ha a miniszterelnök tart, vagy egyes miniszterek tartanak, vagy a kormány bármely tisztviselője, vagy a Fidesz bármely prominensei, akkor ez nem semmi probléma. Én is összefutok vele, találkozom vele, beszélgetek vele. Mi a probléma ezzel? És amikor ön találkozik vele, akkor például milyen minőségében beszélget vele? Hát ő Habony Árpád, én pedig Kovács Zoltán vagyok, és beszélgetünk. Milyen minőségben kellene beszélgetnünk? Tehát, hogy ő például tanácsot ad önnek? Antónia, tehát a következő. Tehát lehet ezt hétről hétre, napról napra sportszerűen üzve, kihegyezve egy ilyen kis szágát építeni ebből a dologból, hát, de még egyszer, mit akarnak ebből pontosan kihozni? Hát azt gondolom, hogy azért folytatódik ez, amit ön szágának nevez, mert hogy választ az alapvető kérdésekre változatlanul nem kapott a nyilvánosság, és ha valakiről tudjuk, hogy rendszeresen találkozik kormány tisztviselőkkel, például ezek szerint önnel is, igen, és megosztja önökkel a tanácsait, viszont látható jövedelme nincsen, luxus életmódja van, 45 millió forintot mondjuk csak legutóbb egy cégalapításra valahonnan befizetett, és most a legfrissebb hír vele kapcsolatban az épp a heti válasz derítette ki, hogy a letelepedési kötvények értékesítői között három komoly befolyással és nagy jövedelemmel rendelkező cég is Habony Árpád személyéhez köthető, akkor azt hiszem minimum érthető, hogy a nyilvánosságot és a sajtót izgatja, hogy miért nem formalizálják ezt a kapcsolatot. Hát azt látom, hogy izgatja, sőt, hogy is mondjam, intenzíven építik ezt a típusú kis történetet, amiben még egyszer az, hogy valaki közös fényképen szerepel valakivel, én is szereplek közös fotón egy csomó olyan emberrel, akivel egyébként semmilyen egyéb formális kapcsolatom nincs. Habony Árpád rendszeresen szerepel közös fotón a miniszterelnökkel, mondjuk például a választás éjszakáján is lehetett látni, hogy ott várja az eredményeket, igen, ezzel, a parlament lépcsőjén és folyosóin is számtalan szó. Mi a probléma ezzel?
az, hogy van egy ember, akinek nem látjuk a jövedelmét, de látjuk a befolyását, de látjuk a luxus életmódját. Ez viszont magánügye, ezt bele kell az is magánügye, vele, illetve hogy... az adó, ha valakinek problémája van, akkor az adóhatósággal, a megfelelő szervekkel próbálja elintézni. Az is magánügye, hogy a letelepedési kötvényeket forgalmazó cégekhez de ő nem bizonyítékokról beszél, hanem feltételezésekről. Én most a véleményét kérdezem erről, nekem hogy ez magánügye. Tudja nagyon jól, hogy én kormányszóvivőként itt a magánvéleményemet nem szoktam soha megfogalmazni egyébként, és nem is fogom. Azt tudom önnek elmondani, amit elmondtam. Kormányzatnak nincs hivatalos viszonya Habony Árpáddal, és semmilyen kivetnivaló nincs abban egyébként, hogy a kormány egyes tagjai időnként találkoznak vele, vagy akár rendszeresen találkoznak meg. Mindenkinek joga van erre. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Köszönöm én is.